Németh Krisztián és először életében a magyar válogatottban Lovrencsics Gergő, aki nagyszerű szezont produkált a Lech Poznány együttesénél, ezüstérmes lett a lengyel bajnokságban. 27 mérkőzésen 7 gólt rúgott, és a 27 meccsből 22 alkalommal kezdő volt, tehát tényleg főszerephez jutott abban az ezüstéremben Lovrencsics Gergő. 24 esztendős, és ez az első válogatottban. Gyugyák. Az nagyon kemény volt. Lovrencsics a lengyel bajnokságban azért hozzászokott a kemény futballhoz. Van egy kis félreértés ugye a Lech Poznány és a Lombard FC Pápa között, hiszen volt a magyar akció. Gyugyák árt a túloldalra, Lovrencsics próbálja befutni. A magyar fürge játékos Lovrencsics Gergő. Komam, figyelnek a magyar játékosok Elmutavára. Azt hiszem ez is főszerephez juthatott ez a témakör az első fél idő után a szünetben. Beszéltem a győri meccsekről, hogy a gólszerző egyébként az 5 lövési kísérletből 3 ma is a kuvaitiaknál Elmutaváé természetesen. Lovrencsics beadása, hoppá, ott lehet azt az utolsó 5 percet meghúzni, még esetleg egy gólt szerezni. Lovrencsics, hogy de szépen csinálta, Lovrencsics húz el, az igen! Ezért akarja megtartani a Lech Poznány Lovrencsics Gergőt, meg ezért akarják mások is legyintem, azért ő is tudja. Na nézzük meg még egyszer a cirkuszi mutatványokat Lovrencsicstől, egyszerűen csinálta. Pici szerencséje is volt, tegyük hozzá, de ez egy gyönyörű volt. És jól véd Haider Rashidi is. Azt a teljes nem védhette egyébként. Jó hozzá, hogy ha nyerünk, mert azért még hátra van 3 perc. Ennyi a hosszabbítás. Lovrencsics. Priskin mozog az üres területre. Priskin fölpattan és meg is szerzi még. Jól tartja, még ez is jó lehet. Jó lövés! Lovrencsics. Újabb jelentkező. Lovrencsics mehet. Lovrencsics helyzetben. Lovrencsics. És éles szögből lő. Talán most leadhatta volna Gyugyáknak. Annyira szeretett volna gólt rúgni az első meccsén. Itt érdemes majd figyelni, a túloldalon Gyugyák óriási helyzetben lett volna, ha megkapja. Nullára, vagy éppen 1900. Kívánok, köszönöm az értékelést. És itt az újonc Lovrencsics Gergő. Nagyon-nagyon motiváltnak tűntél. Kanta József is úgy tűnt, hogy nagyon beszeretnétek bizonyítani, hogy helyetek van ebben a válogatottban. Hát igen, ez volt az első alkalom, hogy a címeres meszt magamra ölthettem, és nagyon szerettem volna bizonyítani azt, hogy a jövőben is szeretnék pályára lépni, még a nemzeti 11-ben is szeretnék még hasznukra lenni. És voltak veszélyes helyzeteid is, illetve lövéseid. Volt itt a végén egy, amikor talán Gyugyák Balázs várt, hogy esetleg lepasszolod, de nyilván nagyon szerettél volna gólt lőni. Igazából, hogyha észrevettem volna, hogy jön a hosszún, akkor lepasszolom, nem vagyok ennyire önző. De amikor először benéztem, akkor még nem láttam benne senkit, csak a védőimet. Most így utólag vissza fogom nézni, tehát igaza volt a Balázsnak, le kellett volna passzolnom, legközelebb majd oda teszem neki. És összességében hogy érezted magad? Milyen volt ez a pár nap? Volt esetleg valami beavatási szertartás, vagy hogy működik ez a válogatottnál? Hát próbálkoztak a srácok, de nem jött össze, hál' Istennek. Úgyhogy fel vagyok készülve, hogy majd a következő alkalomra, hogyha lesz következő alkalom, akkor valamivel megpróbálnak majd meglepni. Hát igazából pihenéssel telt nekem ez a kis edzőtábor, mert 3 meccset játszottunk az utolsó héten, 3 komoly mérkőzést, még ha nem is volt annyira tétje már számunkra, de nagyon próbáltam felfrissülni erre a mérkőzésre, és valamilyen szinten sikerült is, hál' Istennek.
Egyébként megbeszéltétek, vagy megbeszélte veletek a kapitány úr, hogy be fog cserélni, vagy ez meglepetésként ért a szünetben? Hát meglepetésként ért, azt mondta, hogy elsősorban a győzelem számít, próbáljon meg jól játszani, és ahhoz képest fogja a cseréket alkalmazni. Kicsit meglepett, hogy a fél időben már cseréltünk, de hál' Istennek 45 percet már tudtam a nemzeti 11-ben játszani. Köszönöm szépen, sok sikert, és reméljük, hogy látunk még itt a válogatottban. Kedves nézők, innen Győrből köszönjük szépen a figyelmüket, minden további Budapestről következik.